Köszöntjük Önöket! Október 5-e és 8-a között került megszervezése, immár második alkalommal a Dream Cup World Open Karate világverseny idei többnapos programja, amelynek fő eleme az október 6-án és 7-én a Körcsarnokban rendezett nyílt karate világkupa volt. Erre három világrégióból, 60 hazai és nemzetközi csapatból 430 nevezés érkezett, hogy megküzdjenek a látványos serlegekért és trófeákért. A verseny előtti napon történt a csarnok berendezése, a regisztráció, az orvosi vizsga, a mérlegelés, a sorsolás, majd a másnapi bírói értekezletet követően elkezdődtek a formagyakorlatok és a küzdelmi selejtezők. A rendezvénnyel párhuzamosan a honvédség is biztosított egy érdekes programot a helyszínre kitelepült toporzó iroda, repülőgép szimulátor, lézerlövészet és promófilmek vetítésével a fiatal sportolók részére. A versenyre népes nemzetközi delegáció is érkezett Budapestre, hogy részt vegyen ezen az új kezdeményezésű nemzetközi versenyen, amelyhez fogadások és különböző protokollprogramok is kapcsolódtak. Péntek délelőtt a formagyakorlat versenyszámokat bonyolították le 5 tatamin, ezt követően elkezdődtek a gyermek és serdülők küzdelmi selejtezői. A résztvevők külön is megemlékeztek a nemrég elhunyt Sihán dr. Karmazin Györgyről is. Látványos megnyitó ünnepség a csapatok bevonulásával, himnusszal és a prominens vendégek, sportvezetők, védnökök bemutatásával. Kalmár Árpád a rendezvény főszervezője köszöntötte a vendégeket, akiknek külön díjakat is átadott a verseny alkalmával. A házigazda Sihán Furkó Kálmán, a kiemelt vendégek Apáti Zoltán dandártábornok és Eleki Zoltán ezredes a HM képviseletében, dr. Mészáros János MKS és NVS elnök, Sihán Kun Schárenberg ECO elnök, VKO alelnök, dr. Garamvölgyi László dandártábornok, illetve Sihán Mihály Söderkvist nemzetközi főbíró is, akik méltatták a verseny jelentőségét. 5 küzdőtéren 10-18 évesek, vagyis a gyermek, serdülő, ifi, junior, illetve a 35 év felettiek a Masters korosztály részére megkezdődtek a küzdelmek. A Dream Cup World hazai főbírói Sihán dr. Bogdán Olivér és Sihán Schwarz Robert voltak. Összesen mintegy 40 hazai és nemzetközi bíró közreműködött a versenyszámok lebonyolításánál. Mintegy 60 kategóriában osztottak trófeákat, okleveleket, érmeket, és természetesen a mérkőzésekbe is belepillantunk a későbbiekben. A tornát színesítették még aikido, jiu-jitsu és baranta bemutatók. Jó hangulatú verseny, de először is hallgassuk meg a Magyar Karate Szakszövetség elnökét, dr. Mészáros Jánost. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos része a Dream Cup a Magyar Karate Szakszövetség versenyének. Elsősorban a knockdown versenyzők részére jelent egy nagyon nagy kihívást, ahol gyermekektől a felnőtt kategóriákig mindenki elindulhat, és hát úgy néz ki, hogy a világban ennek nagyon komoly keletje van, hiszen nagyon sokan idejöttek, és hát láttam a nagymestereket, nagyon komolyan értékelik a magyar karatét azzal, hogy eljönnek, és itt biztosítanak lehetőséget arra, hogy ez a verseny most már második alkalommal is Magyarországon került megrendezésre. Én azt hiszem, hogy egyre közelebb állunk hozzá, hogy ez is egy olyan sorozat legyen, ami hagyománnyá válik Magyarországon. A versenyen megemlítésre került Furkó Kálmán nagymesternek a 8. dan fokozata is, amelyet egyébként Szolnokon kapott meg a világszövetségétől. Nagyon sokan gratuláltak neki itt Budapesten a Dream Cupa, a Dream Cup alatt is. A katáz, az a formagyakorlat versenyszámban a 18 év alattiak, valamint a Masters korosztály versenyzői vehettek részt. Itt zászlós, egyenes kieséses rendszerben folyt a versenyszám lebonyolítása, egyszerre párhuzamosan 5 küzdőtéren. A formagyakorlat versenyzőnek előre meghatározott kötelező és szabadon választott gyakorlatokat kellett bemutatni, amelyet 5 fős bírói testület zászlókkal többségi elv alapján döntött el, ki volt a jobb az adott körben. Az elbírálás alapja olyan tényezők voltak, mint a dinamika, a pontosság, az egyensúlyérzék, vagy az állások és ütések, védések precizitása, ezen kívül a teljes összképbenyomása. A magyarok formagyakorlatban 6 arany, 8 ezüst és 8 bronzérmet szereztek. Az első helyezettek Nagy Nóra, Bíró Tamás, Sólyom Anna, Tvéri Maja, Igarasi Dóra, Tóth Attila voltak, nekik mind külön gratulálunk. A junior és a felnőtt bajnokok gyakorlatait a szünet után is megnézhetjük majd. Most pedig jöjjön a Kio sportág legendája, Sihán Furkó Kálmán. A stabilitás vezetője a
Szentzei Kalmár Árpádnak jutott az eszébe, vagy gondolt arra, hogy egy ilyen Európa méretű Dream Cupot csinálna Budapesten, és tavaly ilyen tájban megrendezte a Budaörsi Sportcsarnokban, most pedig több mint 400 versenyző érkezett közel 30 országból. Tehát nem egy kicsi esemény, propagáljuk a honvédséget, a honvédség jelenlétét. Tehát itt ezek a toborzó központ kiállítást nyitott, egy ilyen promófilm zajlik, megjelennek a katonák, közelhat bemutató, valami nagy sikerre adott számot. A formagyakorlatok után a gyermek, serdülő, fiú és lány küzdelmekkel folytatódott a verseny 5 tatamin súlycsoportok szerinti elosztásban. Itt a gyerekek teljes védőfelszerelésben fejvédő, testprotektor, lágyékvédő, lábszárvédő, kesztyű, lányoknál mellvédőben küzdöttek. Ezek a küzdelmek látványos mérkőzéseket hoztak mind a fiú, mind a lány kategóriákban. Ezeket az életkoron belüli nagy súlyeltérések miatt 10 súlycsoportban bonyolították le. A találatok megítélése szempontjából ebben az életkorban még tiltott a combtámadása, illetve érvényes találat csak a fejvédő és a testprotektor felületére ért szabályos technikákra adható. Ezért különösen fontos szerepet tölt be a serdülőknél a gyorsaság, valamint a technikai kivitelezés pontossága. Ebben a két kategóriában a magyar versenyzők összesen 10 arany, 10 ezüst és 20 bronzérmet szereztek. Közülük bajnoki címet nyertek Fehér Levente, Balázs Ákos, Lucki Tamás, Gulicska Bence, Kocsis Virág, Kislászló Mátyás, Kukuj Attila, Pál Patrik, Dankó Gabriella és Stillman Anna. Gratulálunk! Rajtuk kívül is nagyot küzdöttek. U12-ben 35 kg-ban Mocó Márk ezüstérmes, szintén második, plusz 55 kg-ban Baranyai Máté, és a további ezüstérmesek U12-ben a lányoknál plusz 45 kg-ban Kántor Viktória, a fiúknál U14-ben 50 kg-ban Szűcs Ferenc, a fiúknál 65 kg-ban Nagy Balázs, U14-ben, szintén U14-ben 70 kg-ban Németh Krisztofer, a lányoknál pedig 45 kg-ban U14-ekről beszélünk, Krenács Alexandra, 55 kg-ban Sólyom Anna, és plusz 55 kg-ban Traba Kovács Klára szerzett ezüstérmet a magyar csapatnak. Mindenkinek gratulálunk, a szünet után pedig majd jövünk vissza a junior és masters, valamint ifi küzdelmi döntőkkel és látványos bemutatókkal, ne menjenek messzire! Folytatjuk a Dream Cup World Karate világverseny összefoglalóját a második nap megnyitójával, ahol már csak az ifi, junior és masters döntők résztvevői vonultak fel a színpadra. A megnyitó ezek után a döntőkkel folytatódott, a junior és a felnőtt kata finálékból mazsolázunk. Az U18-asoknál, tehát junior kategóriában Igarasi Dóra a BHMS-e versenyzőre szerezte meg az aranyérmet. Balázs Panni lett a második, Bernát Evelin és Bodó Anita pedig a harmadik, tehát itt teljes magyar siker. A junior fiúknál bronzérmet szerzett Ádám Rihárd és Pantelics Bence. A Masters nőknél a bajnok, a belga Polimino Andriessens, az ő gyakorlatát korábban már láthatták. A mieink közül Ács Svetlana a képen a sinese versenyzője ezüstérmet kapott ezért a gyakorlatáért, dr. Teisler Ágnes pedig bronzérmes a fit eséből. Mint korábban említettük, nagyon fontos a dinamika, a pontosság, az egyensúlyérzék, az állások, az ütések harmóniája, a védések pontossága, a teljes összkép. Menjünk tovább, egy igazi nagyöreg a Masters plusz 35 kg-os kategóriában ismét aranyérmet nyert Katában Tóth Attila Abasárról, akinek most már több mint 20 Európa-bajnoki érme is van. Itt, ezen a versenyen másodszor győzött Attila. Nem volt vita.
az ukrán Iván Simkiv, illetve a svéd Andreas Tampe végzett a második és harmadik helyen, Slavko László pedig a Victoriból bronzérmes holtversenyben a svéddel. Minden versenytőnek gratulálunk! És aztán elindultak a küzdelmi döntők. Az ifjúsági kategóriában U16-ban 55 kg-ban Gál Barnabás, a Jakuzák Ese versenyzője a Kio Hungária Kiosával, Hosszú Milánnal találkozott. Gál Barnabás győzött a fináléban. Hosszú a második, Kubica Dárius pedig a harmadik. U16-ban 65 kg-ban Máj Miklós nyert a Szejkeneséből, Szajka Bendegúz a Jakuzák Ese versenyzője a második, Bendiák Soma és Friss Norbert a harmadik, tehát itt is elsöprő magyar siker. Tehát látszik, hogy azért a testprotektor lekerül, nincs kesztyű, van viszont fejvédő és lábvédő, viszont a küzdelem igen-igen heves minden döntőben, és itt már lehet látni, hogy igazán férfias technikákat, teljes erejű ütéseket, rugásokat mutatnak be a fiúk. 70 kg-ban Mocó Milán a bajnok a Jakuzák Eséből. A fehér orosz Mikita Hamicsukot győzte le a döntőben. Gojdár Csanádnak és Kovács Kristófnak pedig egy bronzérem dukált az U16 70 kg-ban. Plusz 75 előtt, nézzük először, mi történt a 75 kg-ban. Itt Fekete Gergely ellenfelő fehérvári fiú, az ukrán Gyenis Ladoskin óriási küzdelemben a mi fiunk győzött. Molnár Krisztián pedig bronzérmes ebben a kategóriában. Öt bíró működik közre, egy főbíró, illetve négy oldalbíró. A 16 éveseknél a plusz 75 kg-os kategóriában az orosz Zelenin győzött, ez nincs meg képen. Cene Medárd a második, Kovács Adrián a harmadik. A lányoknál U16-ban 50 kg-ban az ukrán Anastasia Prisliak nyert. A döntőben kerékgyártó Csengét legyőzve, a Shogunese Kiosa, Dvéri Maja és Lucsán Boglárka bronzérmes, tehát a magyarok minden kategóriában ott voltak a legjobbak között. Itt meg látszik, 16 éves lányoknál megvan a testprotektor, megvan a kesztyű. 55 kg-ban Farkas Ágnes győzött, a fehérvár versenyzője, Litvák Lilit legyőzve a döntőben. Ő a Kio Hungáriát képviselte, Ferenci Csenge és Seitz Adrien harmadik. A 16 éves lányoknál a plusz 55 kg-os kategóriában is rendeztek természetesen versenyeket. Itt nem volt magyar döntős, két svéd vívta finálét, Ki Passanen és Pai Passanen előbbi győzött, Papréka és Horváth Enikő bronzérmet kapott. A verseny egyik szép színfoltja volt Gazdag Anett ötdanos mester és csapatának aikido bemutatója. Most ebbe pillantunk bele. Jönnek a juniorok, U18, férfi 65 kg-os kategória, Bodnár Norbert Hajdúszoboszlóról diadalmaskodott a döntőben az ukrán Jaroszláv Kovácsukot legyőzve. Ádám Rihárd bronzérmes. 60 kg-ban nem volt magyar döntős, itt két harmadik helyet tudtunk gyűjteni Tatarek Áronnal és Csajbók Attilával, abban a kategóriában a kazak Mansur Imanvergiev győzött. U18-ban volt 70, 75, 80 és plusz 80 kilós kategória is. 70 kg-ban Pantelics Bence a nyertes, a Kastrumeséből az ukrán Artyom Csemeris kárára Kubica Titus bronzérmet vehetett át a verseny végén. Itt már egészen látványos technikákat is láthatunk, forgórugásokat és hősies küzdelmet a szőnyegen.
dolgozott, a precízebb, erősebb volt a magyar, így Pantelić tehát az aranyérmes. 75 kg-os fiúk, U18-as, még mindig Berencsi Csabát kell kiemelni, aki a döntőben nagy meccset vívott Téglás Benedekkel. Berencsit hozták végül ki, az ezüst csikó ese versenyzője, Téglás a Kinomotót képviseli. Ebben a súlycsoportban Győri Dávid a harmadik, tehát teljes magyar siker. Megoldotta a jóval magasabb Téglást, tehát Berencsi ezen a mérkőzésen sok feltartó egyenes rugással, rengeteg kombinációval jogos a győzelme. 80 kg-ban Palásti Kristóf az aranyérmes, ő a jakuzák eséből érkezett, ellenfel a kazak kőkemény Ildar Sharifullin volt. Nagyon sok közelharc. Villámgyors technikákat látunk tőlük. Ők már-már kész érett versenyzők, akár a felnőtt kategóriákban is bemutatkozhatnának. Itt egyébként Mika Máté egy csillogó bronzérmet kapott a szervezőktől. Tehát nem volt olyan súlycsoport, ahol a magyarok szerencsére ne domináltak volna, és ez mindenképpen nagyon jó a jövőre nézve. Plusz 80 kg, tehát a legnagyobbak között az ukrán óriás Danil Vovotkin nyert. Molnár Tibor, a BHMS-e versenyzője képviselte a magyar színeket, egyszerűen feltartóztathatatlan volt Vovotkin. Kovács Gergő bronzérmes, tehát 18 éves fiúknál plusz 80 kg-ban. El kell mondani, hogy a külföldi kontingensből mintegy 100 versenyzőt küldött Ukrajna, tehát egészen elképesztő csapattal érkeztek, és nagyon erősekkel is. Na jöjjenek a lányok, U18, 55 kg, Bán Mili nyert a Kastrum eséből, a döntőben a horvát Nika Jakobčić volt a vesztes, Bernát Evelin pedig a bronzérmes. Mint Avotola úgy ment előre Lili, és jogosan őt hozták ki az első helyen. A versenyzők fele egyébként külföldi volt, ezért is meg kell nagyon becsülni ezt a rengeteg aranyérmet, jó helyezést, úgyhogy le a kalappal a magyar versenyzők előtt. Egy másik Lili, Mező Lili, a jakuzák eséből 60 kg-ban dominált, ő a fináléban Sallai Grétit győzte le, a stabilitás versenyzőjét. Itt ebben a kategóriában nem volt magyar bronzérmes. Egy zöld és egy barna öves versenyző küzdelme. A zöld öves tudott győzni. Plusz 65 kg-ban Wegerbauer Robertára kell figyelni a Kastrum eséből. Nagy mérkőzésen győzte le Musul Lizát, de a bátor KSE Kiósa, Seres Petra bronzérmes, és ugyancsak harmadik lett ebben a kategóriában Burkódi Boglárka. Természetesen a lányoknál is full kontakt küzdelmeket látunk. Nincs olyan erejű ütés vagy rugás, mint a fiúknál, de az biztos, hogy a tempó hasonlóan heves. És itt ez a mérkőzés nem is ment végig. A verseny egyik leglátványosabb mozzanata volt a Hungarian Kelemériu Jiu-Jitsu bemutatója Kis Istok Réka vezetésével. Ez igazán nagy közönség sikert aratott. A Masters kategória döntői következnek, plusz 35 évesek tehát. 75 kg-ban nem volt magyar döntős, itt Szlaukó László a Victoriból harmadik. 90 kg-ban szintén a Mastersben ifjabb Gyarmati Imre, a karcagi ese Kiósa győzött.
a spanyol színekben szereplő Jordan Dancsevet legyőzve Horváth László a stabilitásból bronzérmes. A verseny mottoja egyébként valahogy úgy hangzik, hogy a fiatalabb és idősebb versenyzők, az edzők és tanítványok egymásnak példát mutatva, egymást bíztatva, motiválva küzdöttek. És ez teljesen meg is felelt ezeknek a küzdelmeknek. Plusz 35-ben az abszolút kategóriában, plusz 90 kg-ban nem volt magyar döntős, itt Sáfrány Donát a harmadik a stabilitásból, győzött az orosz Jevgenyi Grishanov. Plusz 45 évesek is vannak a mezőnyben, sőt voltak olyanok, akik már a hatodik X-be is beléptek. 85 kg-ban a kazak Alem Daymoldin nyert Kivés Zoltán ellen, ő a Szejkeneséből érkezett. Magyar bronzérmes nem volt, itt már azért óriási ütések, rugások záporoznak a szőnyegen. Kazak győzelem tehát a 85 kg-osoknál, a plusz 90 kg-ban pedig szintén volt magyar érem, sőt érem eső, nyugodtan mondhatjuk azt, mert ott Szilvási Gábor a stabilitásból ezüstérmes, Rász Gyula Pál és Milus Péter pedig bronzérmes a Szejkenből és a BHMS-éből. Itt a képen látható bolgár Dimitar Trampov győzött tehát Szilvási Gábort, legyőzve, aki mindent megpróbált, az ezüstérem így is gyönyörű teljesítmény. Többszörös Európa-bajnoki érmes, erről van szó, hogy a bolgár tehát nagyon nagy bravúr lett volna legyőzni. Szóval az idősebb versenyzők is kiszolgálták a közönséget, aki kilátogatott a körcsarnokba, biztos, hogy jól szórakozott a Dream Cup World Open Karate bajnokságon. Az eredményhirdetés előtt egy tradicionális magyar harcművészet, a Baranta mutatkozott be, osztatlan sikert aratva. Az érmek több mint felét a magyarok szerezték meg, a külföldiek közül az ukránok, az oroszok, a bolgárok, a kazahok, a spanyolok és a svédek szerepeltek a legjobban. A verseny után egy kellemes hangulatú Sayonara Party következett, ezen a hazai és nemzetközi delegációk vezetőin kívül részt vett Apáti Zoltán dandártábornok a Honvédelmi Minisztérium képviseletében. Köszönjük a csapatok részvételét, gratulálunk a bajnokoknak, a helyezetteknek, az edzőknek, és ezúton köszönjük meg minden támogató és közreműködő partnerünknek, segítőknek és rendezőknek az önzetlen segítséget és együttműködést. Ezzel mi búcsúzunk, a viszontlátásra!